A vállalkozói információs pont megnyitása egy fontos mérföldkő az atomerőmű beruházás kapcsán, mely az előkészítést követően a megvalósulás fázisába érkezett, fogalmazott megnyitó beszédében Süli János. Az elmúlt hetekben Paks központjában megnyílt információs központ, mely elsősorban a Paks 2 beruházásra érkező külföldi munkavállalóknak és családtagjaiknak nyújt segítséget, addig a vállalkozói információs pont a Paks 2 projektben részt venni kívánó hazai vállalkozásokat segíti. Kifejezetten a munkáltatókkal, cégvezetőkkel, érdeklődőkkel való kapcsolattartásnak a pontja lenne. A vállalkozói információs pont a 6-os főút mellett a lámpás kereszteződésnél található. Megjelenésével is impozáns, a leendő Paks 2 beruházás épületeit tükrözi. A hazai vállalkozások itt a helyszínen regisztrációt követően tájékozódhatnak a beszállítóvá válás alapvető feltételeiről. Alapvetően a 90%-át a munkáknak az orosz fél fogja kiírni pályázati formába. Értelemszerűen a külső munkákkal kapcsolatos dolgok nagy részét az pedig a PIP, non-profit Kft. Írja ki, vagy pedig olyan állami cég, hisz több minden zajlik, ugye útfelújítással kapcsolatos dolgokat azt nem mi írtuk ki, ugye a híddal kapcsolatos dolgokat, a vasúti felújítások, tehát ezek, mint mondtam, elkezdődtek, a hídnak is ugye már kisajátításai kapcsolódó úthálózathoz, fölvezető ágakhoz, ezek a kisajátítások zajlanak, tehát ezek mind az útra, majd hétfőn lesz ugye sajtótájékoztató, de a munkaterület átadása megtörtént. Mondtam, az első szakasz az autópályától Németkéri, utána a másik szakasz majd az autópályától Paksig, de augusztus közepén a Nagydorogi útnak is megtörténik a munkaterület átadása, és majd tovább folytatódnak ezek a munkák. Itt is, aki az erőmű fele autózik, az épületek, fővonulási épületek építését látja, haladnak, parkoló kitakarítását, további ipari területek föltárását is láthatjátok, akár csak a fáknak a kiszedésével, de hangsúlyozom, ott megállapodásunk van a erdőgazdaság a Gyulaival, hogy amennyi fát mi kiszedünk, annak duplája lesz majd visszatelepítve olyan helyre, ahol később nem kell hozzányúlni. A vállalkozások a pályázatok kiírásával kapcsolatban részletes tájékoztatást kaphatnak. Itt minden olyan információ elérhető számukra, melyekkel be tudnak kapcsolódni a munkákba. A cél továbbra is az, hogy minél több helyi és magyar vállalkozás profitálhasson a Paks 2 projektből. Fölvonulási területen egyébként most is magyarok dolgoznak, ott szeretnénk mind a 80 épületet, hogy magyar kivitelezők végezzék a munkát, hangsúlyozom ott is, mivel az orosz fővállalkozás egy épület a miénk, ami most elkezdett épülni, ez a Paks 2-nek a irodaháza, azt a VHB nyerte a győri építő, akinek szintén itt épít telephelyet az ipari parkba, aki mondjuk autózott ott a fönti a hulladéktelep mögött, vagy a mélytelep mögött, az láthatja, hogy már majdnem készen van, ők is technológiai szerelésben, majd a következő épületük itt lesz az ipari parkban, egy irodaépület, meg egy ilyen mobil, egynapos, kétnapos szállásra műszakiaknak lehetőséget adó. Ez is az a lényeg, hogy minél közelebb a erőművennek is rövid időn belül elkezd az épület, tehát mozogni fogunk most már, és a vállalkozó azért kell infópont, hogy aki kicsi, az is egyébként, ha bárkivel társul, szövetkezik, akkor előbb-utóbb be tud férni valamilyen munkába.